itt vagyunk bent, azért léptem be már rögtön a játékba, meg mik ezek a villódzások, Jézus úristen. Azért léptem be rögtön már a játékba, és úgy kezdtem a streamet, mert a vicces módon a Satisfactory több erőforrást evett a menüben, mint amikor beléptem a játékba. Persze, Holly, nyugodtan. Valaki biztos fog tudni válaszolni. Én régen nem foglalkoztam nagyon Discord szerverekkel, de meglátjuk. Na, és akkor közben egy kis show-off, megépítettem bizony az űrliftet. Most már fel tudjuk küldeni az űrbe a dolgainkat, és fel is küldtem az első pakkot, ami 50 darab, hogy hívják ezt, smart plating volt. Így feloldottam az újabb tier technológiákat. Ja, és természetesen a magunk is bánya, mi az, manufaktúra rendszerét egy kicsit felturbóztam. Ugye korábban csak ez a lenti szint volt, gyártotta itt a, mit tudom én, pléteket, a csavarokat, meg egyebeket. Na, és akkor ezt most megspékeltem egy olyannal. Ja, van egy ilyen, hogy jump. Menjek fel rajta, nézzünk már körül, persze ez lesz a következő. Szóval, ide fönt, tudjátok, mint lepakolok egy, hol volt az? Lookout Tower-t, és akkor itt könnyebben körbenézünk magaslati. Tudjátok, mint a zenét lelövöm, mert a játéknak a saját zenével kicsit Clash-sel. Ja. So. Nem tudom, hogy ez a, nem tudom, fődibálna, vagy mi az Isten ez, hogy került ide föl, de följött. Itt a lényeg az az, hogy alul, amiket kibányászunk dolgokat, azokat ilyen talajba süllyesztett bizbaszokon, conveyor belteken felhozom, meg leküldöm, meg felhozom, meg leküldöm. Azon a végén is jön föl két cucc, ott jön a nyers vas, vagy hát, hogy nem nyers, mert már ingatokba öntött vas. Ezek gyártják belőle a rodokat. A rodokból itt csavarok lesznek, meg egy kevés rod még ott még megy magában. Szerintem lehet, hogy tele is van, vagy miért jelen? Ja, nem, ott állt meg, jó, mindegy. És aztán a csavarokból és a rodokból rotorok lesznek, amiket pedig flatty, itt gyűjtök. Mindjárt megnézzük gyorsan Hollynak a kérdését is, csak igyekszem egy kicsit bemutatózni. Addig elolvasom, hogy mit írt Holly, amíg átvergődök a rész kitermelésünkre, mert azt is meg akarom mutatni. Szóval, igen, mindazután használjuk a dolgot, Discordot. Igen, moderáció, biztonsági bejátási jogosultság, és be lehet kapcsolni két lépcsős hitelítési... Ez egy jó kérdés, hogy szerintem csak az van, hogy két lépcsős azonosítás be kell, hogy kapcsolva legyen nálad a fiókodon ahhoz, hogy tudjál moderálni. Tehát, hogy akinek módjogot adsz, vagy csak annak tudsz módjogot adni, vagy csak azt tud élni vele, akinek be van kapcsolva a két lépcsős azonosítása. Tehát, hogy biztos, hogy tudják többen moderálni, mert elengedhetetlen, hogy több moderátor legyen egy nagyobb Discord szerven, ahol ezek valószínűleg be vannak kapcsolva. Na, szóval. Ugye az egy darab szerencsétlen részkitermelőnk volt itt egy ilyen nagy kaotikus valamivel a legutóbbi streamben, ahol gyártottunk vezetékeket. Na most a vezetékgyártás mellett én most egy kicsit átalakítottam a dolgokat, termeljük ki szépen a rezet, be is olvasztjuk, és itt ebben a kettőben vezetéket gyártunk, ebben meg ebben, ami itt kücsörögnek, pedig copper plate-et, ami ugye meg is fog telni, mi? Ja, eléggé közel vagyunk, hogy megteljen. Ebbe pedig, hopp, ez meg is telt. Hopp, nem ennyit akartam kivenni. Éjhó. Ez pedig ugye gyártja nekünk a kábeleket, ami kell a áramellátáshoz többek között, úgyhogy ja.
Ezt most szerintem itt csinálok egy átmeneti megoldásként egy olyat, hogy ebbe beleteszünk egy csomó kábelt, csak így kipakolászom innen, hogy legyen. Inni. Meg szerintem a copper sheetből kellene, ja, az nem a tetején van, hanem az alján. Az jó sok. Copper sheetből is kipakolok ide egy keveset, csak hogy egy ideig még ne kelljen foglalkozzak azzal. Hogy azt hol használom fel, vagy mit csinálok vele. Nya! Akkor még egy vicces dolog, amit mindjárt megmutatok. Közben két darab kitermelőnk gyűjti nekünk a limestone-t, amiből ugye cementet gyártunk. Ezt szerintem egyébként még pakolok is át egy keveset, csak hogy legyen nálam a ambiciózusabb építési projektekre. És ugye feladattam egy olyan technológiát, mint hogy van egy kis traktorom, ezzel lehet menni, azt gyűjteni a dolgokat, bepakolom a kis csomagtartójába, azt megyek A-ból B-be. És ezt majd később automatizálni is lehet, de egyelőre még nincsen hozzá elég energiám. Mindjárt megmutatom, hogy mi a történés itt. Ugye itt hagytuk abba valahol a tier 1, tier 2 környék. Igen, volt alapzatunk, volt elosztónk, volt térképünk, meg ilyesmink. Tier 2-ben volt ilyen, hogy copper sheet, meg rotor, meg egyebek. Van most már láncfűrészem, ha jól emlékszem, ugye? Igen, megvan a láncfűrészem, tudok kivágni fákat, hogyha éppen az útban lennének, plusz ugye szerzek belőle nyersanyagot szintén. Következő, mi volt még? Kettes. Igen, ezek az ugráló bizbaszok, ezzel tudok felmenni a tetőre, hogy ne kelljen létrát másszak. Ez majd ilyen kozmetikéket, meg egyebeket lehet benne venni, az nem annyira lényeges. Kettes szintű conveyor belt, ugye dupla annyi resource-ot tud egy perc alatt elfordani nekünk, ami nagyon fasza. És ami a legfontosabb a mai streamre nézve, az az, hogy feloldottam a szénnel működő generátorokat. Tehát ma átalakítjuk a teljes áramellátás rendszerünket. Igen, traktorok, steel dolgok, hát a steelt ezt egyelőre még nem fogom szerintem csinálkolni. Erik Viki, köszönöm szépen a követést. És Nagy Tamás, neked is köszönöm szépen. Üdv mindenkinek itt. Ez itt a Just for Fun, hogyha nem lennétek ismerős a csatornával, nem én vagyok az egyetlen streamer, hanem összesen 5-en streamelünk a csatornára, hogyha legörgettek a stream aljára az About részre, akkor ott megnézhetitek, hogy kicsoda, micsoda, hol csoda vagyunk. Illetve van Discord szerverünk. Jó napot, jó napot! mindenkinek jó napot, bizony. Na, köszönöm szépen, Holly. Szuper vagy. Na, szóval, igen, Melee Combat, tudok csinálni ilyen Zenobes shirt, vagy mi az Isten, ami gyakorlatilag egy kard. Ugye? Nem, ez az alapvető elektrosokcunk, akkor ez nem lényeges. Tudnék csinálni újat, de minek. És akkor, amit ma megpróbálunk majd feloldani, azok ilyen egyéb dolgok. Főleg erre lennék kíváncsi egyébként a Hypertube-ra. De ahhoz majd steel kell, úgyhogy első nekifutásra viszont maradunk az, amit mondtam, az energia ellátásunk átalakításánál, mert hogy még mindig biofuelt égetünk ahhoz, hogy ezt gyorsan fel is töltöm, ha már itt járunk. Még mindig biofuelt égetünk ahhoz, hogy legyen elég energiánk, már pedig ez nem a legoptimálisabb módja, hogy minden, nem tudom, 20 percben vissza kell rohangáljak és feltöltsem őket. Úgyhogy meglátjuk. Holly, a modok éppen a Cities Skylines 2-t próbálják letesztelni, valószínűleg azért nem aktívak, ugye? Zoliék háttérben próbálkoznak vele. Na, visszalapátoljuk a lóba azt a bizonyost. Ugye? 1-2 szerintem mindig fel van töltve. Nagyon jó. Ez most azt jelenti, hogy mivel 4 per percet fogyaszt, ezért van egy, nem tudom, 50 percünk körülbelül, amíg ez rendbe teszi magát. Pau-pau!
Még jó. Nem élünk ám vissza a Power-ra. Ja! Köszi, Nagy Tamás! Dupla vagy? Remélem nem kettős személyiség, de jó, köszönjük szépen, hogy itt vagy mindkettővel is. Na! Szóval... most következik az a rész, megmutatom, hogy mit preppeltem be a szomszédban. Kalandozgattam egy kicsit jobbra-balra, felfedeztem terepet, hova lesz érdemes építkezni, meg ilyenek. Úgyhogy a következő dolog, amit ugye mondtam, a szén erőmű összerakása. A szén erőműhöz két dolog kell, szén, meg erőmű, nem, szén, meg víz. Tehát a kettő, hogyha egymás mellett van közel, akkor nem kell messzire elhurcolni semmit. Már elvezettem oda egy kis powerpolt, hogy ne kelljen majd bénázni vele, és jobbra-balra rohangálni. Ja, szóval, itt szépen, hogyha leslattyog a kezem, már látjátok is, hogy kiépítettem egy alapot neki, aztán majd szépen bekötögetjük mindjárt. Nagy Tamás, aki Erik? Ja, értem. Ez az ellenség megtévesztése? Akkor Eriknek szólítsalak, ugye? Akkor, hogy mindenkit megtévesszünk, és összezavarjunk. Így, nem dodzsemezünk? A kocka autó nem az igazi. Jó, oké, akkor Erik. Szuper. Megjegyeztem. Egy darabig, aztán majd, ha elvétem, akkor nyugodtan javíts ki. Erik a viki? Erik a viking. Inkább. Na. Nem tudom, mik ezek a blobok, de még mindig idegesítőek. Tudod, mennyi nem? Megbebök meg. Így né. Viszlát. Nézzétek meg, tehát garantált, hogy ráfutkos oda, ahol építkezni akarok. Nem vagy te nagyon okos. Akármi is vagy. Farkas szemet nézek vele. Nem tudom. Mindegy, hagyjuk. Erik Viking, yeah. Gondoltam, hogy az vagy az akart lenni. Na, szóval, lepakoltam három darab ilyen víz pumpát, szivattyút, nem tudom, hogy mi az Isten. És egyelőre négy darab ilyen széngenerátort, ezt mondja, megmutatom, csak... Oh, tudjátok, mi hiányzik innen? Hát rámpa. Rámpa, föl kéne tudni menni, nem? Nem árt, hogyha tudok mozogni közöttük. Na, szóval, széngenerátor, ugye kell neki 45 köbméter per perc vízből, és kell neki x szénből. Mennyi kell neked szénből? 15 per perc szénből. Ja, lesz atomerőmű is, csak odaig még sose jutottam el. Azt hiszem az olajig már eljutottam egyszer anno domini, de nem nagyon emlékszem rá. Na mindegy, szóval 1, 2, 3, 4, ez ugye 60 darab szén lenne, de szerintem kétszer ennyit is meg tudunk csinálni, csak kellene hozzá. Ja, van még alapanyagunk? Van még annyi alapanyagunk. Nagyon jó. Tehát következő fog következni. Következő a következő. De is kéne tegyek valamit, amin fel tudok menni, nem? Hát nem, körbe tudok menni. Nem szórakozunk. Kezdjük ott, hogy a vizet elvezetem. Na, vízből ugye ezek 120-at pumpálnak per perc, 120 köbmétert, és azokban viszont 45 kell. Tehát, ahhoz, hogy optimális legyen, ahhoz 3 darab vízbasz kell a 8 erőműhöz. És azt hogy kell értelmesen elosztani vajon? Nem így? Hogy tudok én görgetni a... altal. Jó. Kell nekem olyan, hogy szállítsunk csövet. 1-es, 2-es, 3-as, 4-es pumpa. Nagyon jó. Igen. Ezt a valamit innen el kell takarítsam nagyon gyorsan. Mennyi már innen? Na, azért. Hova futsz?
legalább ott nem sok vizet fog zavarni. Majdnem úgy érzem, hogy szívesen körbeépíteném, hogy nehogy elmozduljon onnan. Még ez a végén ő is felmászik valami a tetejére, amiről nem tud lemenni. Ja, szóval. Cső! Nekünk cső. Méghozzá. És van, ez három szélesek vagyunk, ugye? Akkor ez a cső, ez így följöhet. Nem is. Kell nekünk elosztó. Tudom, hogy ez nem fog ide kelleni, de azért csak ide teszem. Junction. Ó, még jó, hogy hoztam magammal egy kevés ilyen... Mi a fenét? Ilyen... rezet, mert szerintem ez vissza kell menjek, majd nem lesz elég belőle. Ajajaj, nem vagyok elég felkészült, mi? Ez... itt van középen, ez pedig... itt van középen, ugye? 1-2-H... Yes. És akkor... egy... nem abba a végébe, ebbe a végébe. Nem fog jól kinézni, ellenben legalább csúnya lesz. Ebbe a végébe, és mennyit visznek ezek a csövek? 300-at. Ajjajjaj. 300-as a flow rate. Az... majdnem optimál, és akkor... akkor az egyiket külön kell hozzam. Na jó, mindegy. Kitaláljuk valahogy. Jó, ezt mindjárt kilogikázom, most egyelőre nincsen rá még agyam. Először elhozom a szenet, mert azt egyszerűbb. Meg arra szerintem van elég alapanyag is a zsebemben. Ja, szóval, ugye, mint mondtam, 15 szenet esznek per perc ezek az erőművek, és ezek pedig 60 generálnak per perc, tehát most egyelőre még elég lesz... Acsa! Nem tudom, mi vagy te. Elég lesz egyelőre egyet elhozzunk. Mégpedig úgy, hogy Mr. Conveyor Belt az így jön, ameddig tud. Ha meg lenne a játék, akkor tudnál segíteni? Hát, figyelj. Én egyébként szeretem magamnak felfedezni ezeket, tehát nem érzem frusztrálva magam attól, hogy nem tudok valamit. Mindjárt meglátjuk, hogy mennyire működik a dolog, amit kiterveltem. Szerbusz, Johnny Walker. Avagy Zoli. Avagy szerbusz. Halló. Na, eddig tudom ezt én elhozni? Eddig. Így, né? Ez a csoda játék? Kérlek szépen, Satisfactory, ami egy nagyon kellemes kis ilyen, hát, resource management és építkezős dolog. Hol tud ez lejönni értelmesen? Ennek a harmadánál, mi? Valahogy így. Hogy is van ez a felének a fele? Hát, jöjjön le itt, ez jó lesz úgy. Ja igen, a kérdés jó, hogy rendesen ide értél-e, vagy még autóból nézed. Jó, ezt szerintem kihozzuk ide a téleig. És építek rá egy liftet. Legyél kedves azt lefele. Szervusz, Beats! Köszi szépen a riszabot. Mi újság arrafele? Túlélted a kiheverted már a hétvégét? Jó, szerintem az úgy jó lesz. Ugye, és akkor ez nem fog még direktbe belemenni. Ezt bele kell húzzam, mert furcsa néha ebben a játék. Jó. Akkor lehozza ide. Ez pedig itt. Gyakorlatilag mind a négyet. Jaj, de hülye vagyok. Jó. Elnézést, teljesen sügér vagyok. Nem is kell ilyen... nem is kell ilyen alacsonyra lehozzam. Hanem...
Mit csinálunk? Mit? Valahogy így. Ugye? Egy. Még egy ilyen conveyor bizbasz. És... egy ide. Egy ide. Egy ide. És egy ide. Így, ez lehet, hogy nem lesz elég jó. Na jó, mindjárt meglátjuk. Na most ülsz a gép előtt, Zoli, jó van. Jó, mi kell nekem? Az biztos, hogy splitter, az kelleni fog még hozzá. Egy, kettő, három maga. Hopp, nem ebbe az irányba, hanem... De ebbe az irányba. Okay. Splitér. Splitér az belemegy ebbe. Innen bele... most nem foglalkozunk a tökéletes derékszögekkel. Benne fog vele szórakozni. Ezt a kettőt lebontjuk. A magasság az így jó. Akkor ide is teszünk egy splittert, ugye? Ebbe a magasságba. Így, kettő és... három. És... persze, hogy rossz helyre tettem. Jó van. No problemo, muchas gracias. Ezzel kell line-upolni, ugye? Jap, egy, kettő, három. Ezeket le. Mindjárt, ha még valaki esetleg nem jött rá arra, hogy mit próbálok itt elintézni, ez mindjárt rá fog jönni. Elnézést a random bénázásokért. De azt mondja, hogy ennek a vonala, de ezeknek is a vonala, az... hol is van az? Valahol, ugye? Egy... hoppá, nem is merger kell nekem, hanem splitter. Kettő... három. Ez azt jelenti, hogy te ebbe bele, ti ebbe bele, és akkor a 60 tökéletesen jól el lesz osztva. 30-30, 15-15, 15-15. Tehát ő itt a szén eloszlásunk. Nagyon jó. Akkor ez már megvan, és ez egy darab szénből összejött. Tehát ezt a négyet ezt be tudnánk elvileg indítani, méghozzá egy darab víz. Ugye? Nem. Két darab vízből. Tehát egyelőre azt a hátsót azt még nem fogom bekötni. Hanem helyette ez összeköt. Ez ápol és eltakar. Mindjárt megnézzük, hogy van-e elég headliftje. Szerintem kéne, hogy legyen. Gép nem a kocsiban van. Igen, a kérdés jogos egyébként, Gil. Zoliból kinézünk bármit. Jó. És akkor te el kell, hogy oszolj szintén négy fele. Ami azt jelenti, hogy hát mondjuk szerintem ilyen távolságból tökéletesen megoldható. Ugye? Egy. Line-up-olja már saját magaddal, thank you very much. Kettő. Három. Négy, tudom, hogy nem kell az utolsókra rakni, de szeretek, mert jól néz ki. Így. És akkor... te... leszel kedves mondjuk ebbe az irányba körbejönni. Hát, hogy célszerűbb ezeket behúzzam először, hogy aztán tudjak tőlük közlekedni. Jó napot. Átkúszunk. Jól bezártam magam, nem baj.
Te oda. Te... Oda. Nézd. Mély ferde. Rossz helyre tettem. Persze, hogy rossz helyre tettem. Tudjátok mit? Ez viszont már baszkurálja a szép érzékemet, bocsánat. Úgyhogy... Így. Nem. Így. Egy. Kettő. Te mi a béket művelsz? Na. Három. És... Hello. Négy. Tehát. Víz elvezetve. Szén elvezetve. Ezt tudjuk, hogy nagyon ronda, de whatever. Van nálam elég kábel ahhoz, hogy ezeket bekössem, ugye? De még hogy? Jó, akkor. Következő következik. Egy. Kettő áram alá helyezve. Lepakolom oda a csücsökre, mert ott legalább nincs útban. Innen lepakolom mondjuk oda, mert miért ne? És elkezdjük a szénnel. Valószínűleg az lesz, hogy le fogunk rohadni. Nem, megnézem, hogy le fogunk-e rohadni, hogyha a szenet beindítom. Kérdőjel. Lehet, hogy le fogunk rohadni. Ha igen, akkor előre is. Bocsi, vissza kell majd rohanjak a megfelelő helyre, hogy le csatlakoztassak pár dolgot, amíg ezt be tudjuk indítani. Jó lenne már egyébként, hogyha meg lenne a úgynevezett Blade Runnerünk, akkor egy kicsit több mindent tudnék gyorsabban tudnék futni, tehát több mindent tudnék hirtelennyében megoldani. Nem, te oda kössed magad, thank you very much. Ezt mindjárt megnézzük, hogy ennek a platónak a végére oda tudom, hogy túl messze van, persze, hogy túl messze van. Akkor idáig gyere, bahátom. Meg idáig a csücsökig, aztán arra rá. El tud kezdeni működni. Mondta, hogy jön a szén? Gyere szén? Arra szén? Nem. Mi? És ott jön a szén. Szuper, ugye? Te 60-at tekersz egy perc alatt. Yes. Nagyon jó. Jön a szén. A probléma egyik része már el van intézve. Másik része az az, hogy ezeket rá kell kössem, hogy egyáltalán tudjak energiát gyártani. Tehát kell egy oszlop. És egy, kettő, három, négy. Te kis nyuszi, mi az Isten? Egy, két, há, négy. És akkor téged összekötni azzal. Egy, kettő, és téged összekötni, egy, kettő, ezek most már egymásra össze vannak kötve, majd ezt rákötni, hát mondjuk erre, és most jön a nehezebbik része, amit garantáltan le fogunk rohadni, ez pedig jap, valami lehalt. Úgyhogy most egy gyors utat teszünk hazafele. Lekapcsolunk pár gépet azon az oldalon, csak hogy minden jól működjön, már hogy minden el tudjon indulni. Visszaindítjuk a teljes egyszert, és már el is fogjuk kezdeni látni hamarosan a hozzáadott áramot. Legalábbis remélem ez a terv. Aztán ebből mi lesz a gyakorlatban, azt mondja, meglátjuk, ha nem zúgok bele a tóba fejjel lefele ezzel a szerencsétlen traktorra. Itt egy power slug, amit majd felvehetnék, csak egyelőre még nem akartam harcba keveredni ezzel a két állatkával.
Ez pedig limonádé. Mielőtt bárki rossz következtetéseket vonna le. Hát gyakorlatilag nem is limonádé, hanem citromszörp. Nem is tudom, múltkor láttam valahol ezt a fajta citromszörpet, és ügyenettem, hogy kipróbálom. Iszonyat finom. Még én nagyon szeretem a citromos dolgokat alapvetően, úgyhogy akinek nem inge, az úgyse veszélyet magára, meg gatyára, meg egyébként se. De aki szereti a citromosokat, az pedig a... nem fog eszembe jutni a márkája. Ha eszembe jut, akkor elmondom. De ilyen... fehér széles szájú üvegben árulják egyébként, és nagyon finom cucc. És nem támogatott tartalom, vagy mi? Nya. Hol tartunk? 250 valamennyi a fogyasztási problémánk. Ugye ezt a két nagy gépet, ezt most lekapcsolom, ez mind 15-15 megawattot eszik. És megnézzük, hogy azok nélkül életre kelünk-e. 209 ilyen 200 és 209 között fogyasztunk, és 210-et termelünk. Tehát éppen bele vagyunk zsúfolva abba a kis sávba, ami nekünk szükséges. Viszont mindjárt megnézzük, hogy hova ugrik föl a kapacitásunk, amint a víz az úr, nem, a víz rájön, hogy neki be kell folynia abba a gépbe. Ugye kapacitáson belül vagyunk. Na, döntsd már el! Na jó. Jöttem, hogy elindulok vissza. De mi az Isten keresel még mindig ide fel? Mindjárt építek neked egy rámpát, nézd csak. Foundation. Rámpa. Nem ez. Ez csak barátom. Szerintem már leír a földig, ugye? Hol vagy? Hol vagy te égi messzelő? Eltűnt. Hello? Hello? Igen, rákötöttem a minert és az áramkörre, meg a szénerőműre is. Minden össze van kötve oda át, csak... na, meg is ugrott a kapacitásunk, látjátok? Több mint a duplájára. Tehát most már ezeket nyugodtan visszakapcsolhatom. Egy. És kettő. Wunderbar. Na. Wunderbálna. Szóval. Eldöntötte az a... és most meg ott van. Te hol bujkáltál eddig? Segbebököm, hát ha talál magának egy leutat. Igen, igen, jó felemész, nagyon jó felemész, szuper vagy. Ugye lementél. Ott fut! Jó, és akkor ezt most nagyon gyorsan megszüntetem itt, nehogy visszasétáljon. Köszi. Jó, tehát ez készen van, itt mit gyártok egyébként? Ah! Modular frame-et. Hello, Viktor! Szép estét! Hol a kocsim? Ah, vagy traktorom. Na, traktor megoldva. Nem ebbe az irányba. Azt sem tudom, merre megy ez a kocka, na mindegy. Csak ha visszamegyünk, megnézzük, hogy minden szépen működik-e úgy, ahogy kellene. Szerintem igen, mert megkaptuk a power-től. De miért nem dolgozol? Halló. Miért nem dolgozol? Lerohadtunk. Miért rohadtunk le? Haló? Az a kapacitás az mit művelt ott? Már elnézést. Ezt gyorsan meg kell nézni. Menet közben úgy döntött, hogy azt hiszi elszáll. Érdekes, érdekes. Mindjárt meg... megtekintjük a problémát. Ugye ez most a villanyszerelő szakkör.
és remélhetőleg kiderül, hogy mi a baja. Mondja, mi baja magának, nem a szülővárosom. Ja, szóval. Még egy kis hidratálás. Lehet, hogy egyébként hallani is fogjátok majd menet közben, hogy csipog majd egy emlékeztetőm, mert most a szoftver, amit használok ilyen task management dolgokra, TickTick nevezetű cucc, egyébként tök menő, rájöttem, hogy tud ilyen szokáskezelős, tehát ilyen szokássá tevős ilyen habit kezeléses dolgot csinálni. És éppen ezért beállítottam rajta, hogy szóljon, hogy ijak. Mert akkor így biztos, hogy meg lesz a garantált minimum folyadékbevitelem, amire nem árt figyelni azért az életben. Na! Szóval, hol tartottunk? Jönnek itt a szenek. Elvileg a szenek azok be is érkeznek a helyükre. Ugye? Van benne szén. Van benne víz. Akkor kérem, mi a problém? Ezen az oldalon is van szén és víz. Van szén és van víz. És hát akkor meg kérdem én még mindig, mi a problém? Na. Beindult a móka. Production 300. Ó, tudjátok, mi a probléma? Hát elfogyott valószínűleg a biofuel a másik, a biofuel generáló bizbaszainkból. De most már elvileg ki fogunk egyenesedni ezzel együtt is. Tehát minden működik, ahogy működnie kell. Nem tudom, mi volt ez a random megingás ott egy pillanatig. Na, nekem kell még mennyi? 4 darab reinforced iron plate. Úgyhogy gyártunk egy kicsit kézzel, illetve anya-anya kéz nélkül még annyit csavart. Ugye ez ehhez szavak. Ugye ez ehhez elég legyen. Közben ilyen off-topicként megjegyezném, hogy sikeresen kivettem 2 nap szabadságot, illetve hát igen, 2 nap szabadságot jövő hét hétfő keddre, ami ugye azt jelenti, hogy 5 napos hétvégém lesz, mert ugye a szerda az meg november 1-e a szüneti nap. Tehát esélyesen várható, hogy valami hosszabb vagy nagyobb lélegzetvételű streamet megpróbálok csinálni azon a hétfőket valamelyikén. Plusz, ha remélem nem árulok el nagy titkot a többiek helyett, vagy előtt, vagy tudta nélkül, de november 1-re, vagy hát technikai 31-ére, vagy november 1-ére, még nem tudjuk pontosan, de tervezünk egy kicsit ilyen hát Halloween-i jellegű streamet, nem kifejezetten Halloween streamet, de valami olyat, amit többen tudunk csinálni, és valamilyen szinten, nem tudom, ijesztőnek is be tudható. Ez valószínűleg egyébként a vagy a fazmafóbia lesz, vagy a hogy hívják? A ez miért kezdtem el képíteni? Nem is ezt kellett volna elkezdem képíteni. Szóval a másik opció az pedig a Hide and Shriek Grenóval. Mert hogy arra már van egyébként egy történelmi példánk is, hogy ezt csináltuk, az egy érdekes kör volt, de egy vicces játék egyébként is relatíve. Ti, srácok, ti miért nem nem kapnak szenet? Miért nem kapnak szenet? Hide and Shriek. Egy ilyen nem is tudom, minek mondjam, egy ilyen majdhogy nem PvP jellegű cucc, nem látjátok egymást, csak ilyen csapdát lehet elállítani egymásnak, 2 szellem gyakorlatilag vetekszik, hogy megszerezzen cuccokat egy ilyen elhagyatott iskola épületben. Nagyon vicces játék szerintem. Na, érkezik a szén. Tudjátok, mi lesz a megoldás? Hogy garantáltan be tudjuk indítani itt a
mókát, szerintem csinálok ide gyorsan egy biomass burner, csak így átmenetileg. Igen. Azért is fogom ezt csinálni, hogy ezt rábúgatom. Tessék, így. És akkor most talán el tudja kezdeni úgy a munkát, hogy nem rohad le. És akkor meg lesz a kezdeti időszakunk. Ugye, 1, 2, 3, 4, most mind a 4 működik, és hát ha átvészeljük az állandósított időszakig, amíg az összes szén folyamatosan rendelkezésre fog állni. Másik opció az egyébként az, hogy összegyűjtök egy kis szelet és kézzel belepakolászom a 4 gépbe. Úgyhogy lehet, hogy egy picit most nekiállok itt bányászkodni ennek a háta mögött így kézzel, ugye? Itt még tudok bányászni. És akkor közben addig kitalálom, hogy mit akarok kezdeni vele. Gondolkodtam azon, hogy mi lenne, ha csinálnék még egy emeletet neki, és oda tenném a maradék 4 generátort, de aztán rájöttem, hogy ahhoz, hogy mondjam, ha fölteszem egy emelettel, akkor az már magasan lesz ahhoz, hogy a víz pumpa magától felpumpálja, mert hogy ezeknek a gépeknek, ezeknek a víz pumpáknak per szivattyúknak 10 méter magasságig, tehát hogy hosszban bármeddig el tudják pumpálni a vizet, de magasságban összesen azt hiszem 10 méter headliftjük van, tehát hogy szükség lenne akkor még extra pumpát rátenni a csőre, már egy ilyen extra szivattyút, vagy nem tudom minek hívjam ezt, ami ad neki azt hiszem plusz 20 méter headliftet. De az meg energiát fogyaszt, tehát hogy ahhoz, hogy energiát gyártsunk, ahhoz energiát kell fogyasszunk, jellegű dolog, nem szeretem ezt sokat erőltetni. Nya. És akkor szerintem 120-at összebányászok ebből a szénből, szétosztogatom szépen 4 fele, és beledobom a gépekbe, csak azért, hogy garantáltan legyen egy kis kezdőtőkénk, hogy úgy mondjam. Na, szóval az 60-60, amit 30-30-ra lepontunk. És akkor ha a 30, az 2 percig elég neki. 2 perc alatt csak kiürül a... Vagy hát nem kiürül, hanem csak megtelítődik a kis lyuk és a szalagom. Az a vicces, hogy itt ezeknek legalább a tetején lehet. Ne álljál le, barátom. Pont akkor értem ide, amikor leálltak. Hopp. Hirtelen leugrált az FPS-em. Sajnos ennek a tónak a környéken egyébként gyakran van ilyen. Na, visszaindult az áramunk, és túléltük anélkül, hogy leálljon minden. Ott pörög a búgócsiga. Jön a víz, jön a szén. Ugye? Már most érkezik a szén, és a kihagyás is minimális volt, tehát addigra hát, ha még marad egy kis tartalék. Megnézzük. Ugye? Yeah, valahogy így. Ja, igazából ki se hagyott, mert elég gyorsan vissza tudtam neki pattintani. Szuper. Akkor szerintem innentől lehet, hogy megleszünk, azért még ezt itt hagyom egy darabig ezt a tartalékgenerátort. De közben akkor gondolkodjunk el azon, hogy hogyan sikerülhet megcsinálni a maradék Coal Generator-t. Nyak.